Azért az egy nagy szerencse, hogy maga megérte a 80. életévét. Magára valaki nagyon vigyáz fentről. Nem gondolkodott még ezen? Hát lehet. Jó, köszönöm. Ha így van, akkor köszönöm. Emlékszik arra, hogy mi, hogy mikor vált ez szenvedélyé, és nem csak egy feladattá, vagy egy munkává? Lehet, hogy még az is hozzájárult, ugye, hogy Lenin elvtárs azt mondta, hogy számunkra az összes művészetek közül a legfontosabb a film, bár állítólag ezt nem ő mondta, ezt Bacsó találta ki, ha igaz. De mindegy, szóval akkor ez úgy köztudott volt. És ráadásul még amikor ott a család meghallott, hogy én a színház és filmművészeti főiskolára akarok menni, hát kitört a botrány, hogy az a fertő színésznők közé, hát mit gondolok én? Főiskola előtt csináltam képeket, valamire ráéreztem, egy uborkás üvegbe vittem föl a fölvételi vizsgáról, ugye ezt kiterítettem ott vizesen. Azt látták, hogy van ebben egy-két kép, ami érdekes, tehát fővettek a főiskolára. Ugye mi kezdtük a Valázs Bélában 60-as évek elején, ahol egymás filmjeiben voltunk, rendezők, operatőrök, társírók, mit tudom én, asszisztensek. Tehát ismertük egymást, és drukkoltunk egymásnak, és együtt akartunk, és csináltunk filmet is. Szóval volt egy közösségi filmgyártás. Cigányok, már meghatározó volt, utána nem is kellett gondolkoznom, hogy miről készítsek filmet. Hát, amiről nem beszéltek addig, vagy ami tiltva volt, de lényeg az, hogy egyszer csak meghallottam azt is, hogy hoppá, hát itt Magyarországról is elvittek embereket a gulágra. Na, akkor kezdtem hozzá. És akkor gondoltam úgy, hogy a nőkről készítek filmet. Család az földművességgel foglalkozott. Édesapa inkább lótenyésztéssel, ami hozott valami hasznot is. 15-en voltunk testvérek. Én voltam a 15. éves korában azért rúgták ki azzal az indokkal, hogy kulák. Lehet, hogyha simán elvégzi a főiskolát, akkor szépen ballagott volna föl, hogy másodasszisztens, első asszisztens, talán még kapott volna előbb-utóbb valami közepes filmet is a központi dramaturgiától, viszont nem csinálta volna meg az elégiát, meg a színpadot. A szívem. Gyógyíts meg, anyám, kérlek, gyógyíts meg. Aztán később jött a Duna Televízió. Fontosnak tartottam, hogy a kapcsolata határon kívüli magyarokkal létrejön, ha idáig nem sikerült, mert nem sikerült, hiszen a határon egy újság, egy folyóirat nem ment át. Hogy a délvidék, a felvidék, Erdély magyarsága bizonyos kulturális hírekhez hozzájusson, és azt érezhess, hogy ők is mégis tartoznak ide. Olyan szépeket írnak magáról, hogy nagyon érdekel, hogy mit gondol, amikor olvassa, és mi jut eszébe róla, hogy például az önképei operatőrként költőjén megformáltak. Most csinálok egyet. Költőjén megformált leszek? És ez milyen? Hogy képzeljem el, milyen lesz a végeredmény? Megmutatom, az a lényeg, hogy ezt el se kell képzelni, meg fogja nézni.